Stanics László, a Győri Vízisport Egyesület kajakkenu szakosztályának mesteredzője látogatott el a mosonmagyaróvári közönséghez, hogy a Nyugdíjas Egyetem októberi előadásának keretében beszéljen sportról, kifejezetten a kajakkenu sportágról és személyes tapasztalatairól. Stanics László 1975-ben kezdett el edzőként tevékenykedni, fiú és lány csapatokkal is foglalkozott. Munkáját 1991-ben mesteredző címmel ismerték el. A Nyugdíjas Egyetem előadásának keretében egy keresztmetszetet ismertetett meg a szépkorú hallgatókkal a kajakkenu sportágról. Előkelő helyen vagyunk mind a világviszonylatban is, mint a magyar viszonylatban is. Ahogy mondtam, ezen a tokiói olimpián gyakorlatilag két európai ország szerzett, ugye aranyérmet Németország, és mi is hogy Magyarország, ahogy mondtam, tengeren túl Ázsia, másik kontinens, tehát Egyesült Államok, tehát amerikai kontinens, Közép-Amerika, tehát nagyon kinyílt a paletta. Nagyon nehéz, nagyon komoly felkészülés, és tényleg ezred másodpercek. Az előadás vendége volt Stanics László testvére, Stanics Zoltán is, aki 1975-ben Belgrádban világbajnoki, 1976-ban Montrealban pedig olimpiai ezüstérmet szerzett. Stanics Zoltán az olimpiai emlékeit is felelevenítette. Az elmúlt másfél év sok mindent átírt, így a sport életében is. A tokiói olimpiát 2020 helyett idén nyáron rendezték meg, ahol Balla Virág és Takács Kincső is képviselték magukat. A dobogóról sajnos lemaradtak, de a mesteredző szerint, ha tavaly szervezik meg az olimpiát, akár aranyérmesek is lehettek volna. Két-három ország ez a plusz egy évben, mint ahogy mondtam, most jött be a női kenu. Tehát ő példájukon kezdték próbálni, ezek nagyon sokan megtanultak még magasabb szintre hozni a kenut. És nyilván ugye a kajaknál folytatódik az, hogy van, aki már egy kicsit kiöregedett, lásd a szlovákokat, a cseheket, akiknek nagyon jó megszokott csapathajóik voltak. Aranyéremesé jöttek oda, dobogón álltak, akkörül voltak, ami akkörül az nyilván nem lesz szólva, csak mondom, hogy ő nekik ez csalódás volt. Az októberi Nyugdíjas Egyetem előadását október 22-től megtalálják a közösségi oldalakon és a város honlapján, valamint október 23-án és 24-én televíziónk adásán is megnézhetik. Az előadáshoz kapcsolódó online játék is megtalálható majd a város honlapján és a közösségi felületeken. A remények szerint a novemberi Nyugdíjas Egyetemet hasonló keretek között közönség előtt rendezik meg a Partrendezvényházban. Az előadó akkor Nagy Róbert bortörténész borlovag lesz. A részvétel regisztrációhoz kötött.